önnek is érdemes tudnia, néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető a koronavírus fertőzés veszélye. Mosson gyakran kezet szappanos vízzel vagy fertőtlenítővel. Tüsszentés vagy köhögés esetén használjon papírzsebkendőt, és azt azonnal dobja ki a szemetesbe. Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje a közvetlen érintkezést. A megszokott érintkezési formákat, így a puszit vagy kézfogást érdemes mellőzni. Lázzal járó betegség esetén telefonon jelentkezzen orvosánál. Hiteles és naprakész információkért kérjük, látogasson el a koronavírus.gov.hu oldalra. Tegyünk mindannyian az egészségünkért. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Helyesen kezet mosni sajnos nagyon kevesen tudnak. Az Egészségügyi Világszervezet svájci kezdeményezésre összeállította a kézhigiéne mozdulatait, ezeket kell alkalmaznunk úgy a hétköznapi életben, mint az egészségügyi munka során is. A lényeg az, hogy a jól benedvesített kézre kell megfelelő mennyiségű szappant kijuttatnunk, szépen eldörzsöljük a tenyér belső felületén, utána a kéz másik felületére, a hátára is, illetve az ujjak közé is el kell kenni ezt a habot. Minél jobban habzik, annál jobb a tisztító hatása, és a végén, a többi lépésben szépen összedörzsöljük az ujjvégeinket is. Mossuk ki a bőrredőket, mert ott is lehetnek mindenféle kórokozók. Mivel a hüvelykujjunk minden mozdulatból kilóg, ezért egy integető mozdulatot szoktunk még alkalmazni ahhoz, hogy mindenhol meg lehessen tisztítani egészen a csuklónkig a kezünket. Utána bővízzel leöblítjük a habot, ami a szennyeződéseket, baktériumokat, vírusokat eltávolítja a kézfelületről. És amit nagyon sokszor elfelejtenek, hogyha az ember kezet töröl, akkor érdemes a papírtörlőt előnyben részesíteni. Még mielőtt elzárja az ember a csapot, azelőtt érdemes letépni, és magát a csaptelepet, főleg nyilvános helyen, a papírtörlővel érdemes elzárni, mert nem fog visszaszennyeződni így a kezünk. Gyakori és alapos kézmosással már is sokat tettünk a fertőzések ellen.